Kedves nézők, ahogy ígértem, már is folytatjuk műsorunkat, ezúttal Szanyi Tibort köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét, és most többé-kevésbé hiba nélkül mondtam ki. Van egy lengyel példa előttem. Lengyelországban jelenleg azt láthatjuk, hogy van egy jobboldali tömb, és van egy jobboldalibb tömb, amelyik szemben áll egymással. Jelen pillanatban, hol a bal oldal Lengyelországban? Akkor most visszakérdezem. Magyarországon, és az iszom azt mondja legalábbis, hogy egy jobboldali konzervatív és egy liberális tömb áll egymással szemben. Hol van a bal oldal? Itt. ahogy ezt Hongyula mondta még 2006-ban, hogy egyedül vagyunk Tibor, mert hogy nincsenek szövetségeseink, akkor ezt az MSZP-re mondta, és kétségtelen, én akkor nagyot néztem, de valójában teljesen igaza volt. Én úgy látom, hogy túllendült az inga, főképpen itt, mondjuk itt Kelet-Közép-Európában, és gyakorlatilag ennek az ingának a visszalendítésén fáradozunk. Itt folyt egy 30 éven át egy vaskos lejáratás a baloldallal szemben. Gyakorlatilag a mai kormány propaganda is azt mondja, hogy a baloldal az minden rossznak az okozója, így baloldal, úgy baloldal. Miközben a tulajdonképpeni szövetkezet, ami most vele szemben fölállt riválisként, hát ez olyan távol áll a baloldaltól, mint Makó Jeruzsálemtől, ezért lebaloldalozzák őket. Ők egyébként jó néven veszik, hát mondjuk egy vállaltan keresztény, konzervatív, gyerekverő, cigánylistázó figura lett a miniszterelnök jelöltjük. Ezen felül hát ott van ugye azért a Jobbik, aminek a múltját most én nem fogom elmagyarázni, és hát szégyen szemre ezek mögé beálltak azok a valaha bal, most inkább azt mondanám, hogy liberális bal közép környékén csángáló pártok. Mi pedig, mint igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom, elsősorban ugye politikai értelemben mindenképpen a szociális válságnak a leküzdését vettük célba, és hát keressük a szövetségeseket, akik még vannak. Jelen pillanatban sajnos a választópolgárok egy részén kívül nem nagyon látunk szervezeti szövetségest. Olyan sem fordulhat elő, hogy mondjuk az egykori pártjából, a szocialista pártból csinálnak most nagyon csúnya kifejezéssel élve szövetségest. Ahhoz persze meg kell változni az MSZP jelenlegi politikájának, legalábbis gondolom én. Nézze, az a helyzet, hogy az MSZP egy ilyen tartós fonnyadásban van. Én azt látom, hogy az ottani baloldali emberek egy része idézőjelben kiöregedett a politikából, tehát azért én 20 évet úgy éltem meg a Magyar Szocialista Pártban, és igazából még utólag is azt mondom, hogy valamit én is benézhettem, mert hogy nem vettem kellően észre, hogy 20 év alatt, vagy 22 év alatt egy megveszekedett darab fiatal be nem jött az MSZP-be. Most jöttek fiatal karrieristák, 1, 2, 3. A jelenlegi vezetés is gyakorlatilag belőlük áll. Na de hát ők ezek technokraták, akik most éppen baloldaliak, hogyha más párt kínált volt nekik valamit, akkor másmilyen oldaliak lennének. Tehát az a ifjúsági mozgalmi háttér, ami egyébként egy folyamatos felfrissülést eredményezne, ez egyszerűen nem volt a Magyar Szocialista Pártban. Akik meg benn voltak, azok értelemszerűen kiöregedtek, sokan hitüket vesztették, elpártoltak, mi egymás. És ott van ott egyébként egy zárvány, a baloldali tömörülés, de egyébként az MSZP mainstream az azt mondja, hogy hát azok hadd ülésezzenek, majd lenyomjuk őket. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy nagyon sokan vannak olyanok egyébként a mi pártunkban is, akik már megjárták a Magyar Szocialista Pártot, magamat is ideértve, de a vicc az egészben az, hogy ezek nem frissen kilépettek, hanem már mint 1, 2, 3, 4, stb. Éve kiléptek onnan, és most próbálnak visszajönni. És hát ugye van egy csodavárás is sokakban még, akik azt gondolják, hogy ez a 6, illetve 7 párti ellenzékinek mondott összefogás, ez sikeres lehet. Úgy remélem az lesz, de
tulajdonképpen inkább azt mondják, hogy igen, Tibikém, hát persze, jönnénk hozzá, de hát, most ugye elsősorban a Fideszt kell legyűrni. Én meg azt gondolom, hogy elsősorban a szociális válságot kéne megoldani, és erre speciális sem a Fidesz, sem a ellenzéki összefogás sem kínál alternatívát. Sőt, ezt kritikaként szoktam mondani, hogy lehet, hogy ez csak egy ideiglenes vattacukor, egy ilyen porhintés, de jelenleg a Fidesznek a szociális ajánlata bár gyenge, de még mindig jobb és több, mint az ellenzéké. Világos. Arra szeretnék valami megoldást találni, vagy valami választ kapni, hogy miért van az, hogy a magyar politikában ezek szerint már évtizedek óta úgy működik, hogy oké, nagyon helyesek ezek a új pártok, a kis pártok, legyen szó az iszomról, legyen szó a kétfarkúakról, na de hát ők az adott, most jelen pillanatban a Fidesz szekerét tolják, mondják, mert hát nem veszik észre, hogy nekünk most dedalon bevéve most éppen az a célunk, hogy legyőzzük a Fideszt. Tehát hogy lehet ezen túllendülni, hogy miért kell mindig azt mondani a választónak, hogy nem jó, fogadd el, mert... Nagyon egyszerű ez a történet. Mi azt gondoljuk, hogy ha és amennyiben, és ez egy vakmerő célkitűzés, hogy elérjük az 5%-os parlamenti küszöböt, ebben az esetben nekünk lesz egy önálló képviselőcsoportunk, egy önálló frakciónk, és bárki kerüljön kormányra, mi ki fogjuk pofozni, ki fogjuk zsarolni belőle azokat a szociális minimumokat, amiket mi programra tűztünk. Mit jelent ez? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelen pillanatban, most csak a piaci részét mondom a dolognak, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomra adott szavazat a legkönnyebben érvényesülő szavazat, amennyiben egy kritikus tömeget elér. Nyilvánvaló, hogy amennyiben persze nem, bár mi nem szeretünk ilyen B-terveket mondogatni, én azért szeretném ugye a tévén keresztül is elmondani, hogy a magyar választói matematika, vagy választási matematika az olyan, hogy a parlamentbe be nem jutó pártokra jutó egyébként mandátumok, ezek nem elvesznek, ez egy tévhit, azok szétoszlanak arányosan a többi között, ami azt jelenti, hogy ha az összefogás a legerősebb társasága választásokat követően, akkor ő fogja a mi megkapott szavazatainknak a legnagyobb hányadát megkapni. Tehát tulajdonképpen itt nincs elveszett szavazat, meg mindenféle. Ezért mondom, hogy bátran tessék az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak a programjára, listájára és jelöltjeire szavazni, mert az égen földön nincs benne olyan tartalmú kockázat, hogy jaj Istenem, most ezen fog múlni a kormányváltás. A kormányváltás, ha múlik, az azon múlik, hogy az ellenzéki összefogás összeomlik-e, vagy sem. És egyébként ezt azért mondom, mert jelen pillanatban azért az hajmeresztő, tehát mindenki mondja, hogy mi egy ilyen kamikázi akciót folytatunk, hogy önállóan akarunk bejutni a parlamentbe, de az előbb mondtam, hogy ez messze nem az. Azt én inkább hajmeresztőnek tartom, hogy program nélkül egymással tulajdonképpen egyet nem értő zavaros, vegyes válogatottal neki szaladni a választásoknak. Ráadásul, ugye ezek hat felé akarnak szakadni rögtön, vagy hét felé, ami azt jelenti, hogy 7 pici párt lesz, 6-7-8%-okkal az országgyűlésben, azt hiszik, hogy kormányoznak, közben egymást fogják szivatni, egymást fogják zsarolgatni minden egyes szavazáson, hogy én megszavazom neked, na de te viszont akkor. Szerintem az a javaslatunk, hogy egyébként aki amilyen néven futott a választáson, egy olyan frakciót tudjon csak csinálni, ez egy tök életszerű dolog, és egyébként ez nem csak a kormányváltás érdekében van, hanem a majdani kormányzás érdekében. Hát kinek érdeke az, hogy történetesen megnyeri ez a hatpárti összefogás a választásokat, és másnap, nem másnap, fél évig se tudjanak kormányt alakítani, vagy egy évig se. Vannak ilyen országok, láttunk már ilyet, Belgium tipikus, az Olaszország, rengeteg ilyen, Belgium a 2,5 évig nem volt kormány emiatt. Na most az lenne a kormányváltás, hogy egy-másfél-két évig húzakodnak azon, hogy bibibi, én majd csak akkor, hogyha te az én miniszterem, meg az ő miniszterem, meg a nem tudom micsoda. Tehát gyakorlatilag ebben benne se gondol a választóknak egy javarész, csak menjen már a Fidesz, oké, rendben van, mi is ezt mondjuk, menjen már a Fidesz, na de másnap mit csinálunk?
Szóval azért ez is egy kérdés. Mi azt mondjuk, másnap akárki akar kormányra kerülni, és szüksége van a mi 5%-unkra, vagy 6, vagy 7, most teljesen mindegy, nem mindegy, de szóval a matematika szempontjából mindegy. Gyakorlatilag a 250 ezer forintos nettó minimálbér, az 50 ezer forintos családi pótlék, a 150 ezer forintos minimum nyugdíj, és még sorolhatnám tovább, hogy mik azok a szociális minimumok, amiket mi egyébként előterjesztettünk. De amikor mondom ezt a 250 ezer forintos nettó 250 ezer forintos minimálbér, hát lehet, hogy ez már a választási kampány hajrájában 300 ezer lesz. Úgy vágtat az infláció, olyan erős az áremelkedés, és szerintem egyébként ebbe bele is tud bukni a kormány, mert mit csinál most a kormány? Már most előre begyújtotta az inflációt, hogy a még ki se osztott pénzt, tehát a jövőre az adóvisszatérítés, idén a valamekkora nyugdíj plusz, ami ki se osztott, de megígért pénzeket már előre elinflálja, ami azt jelenti, hogy mire kiosztja, addigra már rég visszajött neki költségvetésbe adó, áfa és egyebek mentén. Magyarul ez, ők röhögnek a markukba, ígértek egy marha nagy pénzt, föltolták az árakat, ennek okán oké, mindenki szívja a fogát, de várja a messiást, ugye a, bocsánat, a nagy emeléseket, beszedi az emelés, és kegyesen visszaosztja, hogy na hát milyen jó fiú vagyok. Igen ám, csak hogy a szavazóurnáknál a gyümölcs, a zöldség, a tej, a kenyérárak fognak szavazni a választópolgárok keze által. Tehát azért ez egy veszedelmes játék. Én azt gondolom, hogy itt még olyan fordulatok lesznek a választási kampányban, és mi úgy látjuk, hogy mi a helyes úton vagyunk, ami azt mondja, hogy történjen bármi, az emberek jövedelme, az emberek megélhetése az elsődleges. Nekem ne papoljanak zöldségeket erről a izéről, hogy meg feles módon akarnak kétharmados törvényeket módosítgatni, meg nem tudom micsoda. Ez azért röhögök, mert ugye most Európa, 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 az európai intézmények lennének a legnagyobb ellenségei annak, hogyha valaki a jogállamiságot így értelmezi. És rögtön a Fidesz mellé állna. Kell ez? Már bocsánat. Jó, megértettem. Tegnap itt volt a Nézőpont Intézetnek az elemző, aki azt mondta, hogy a kispártoknak, így az ISZOM-nak is van esélye abban az esetben, ha nem nagy a választási részvétel, nem kiugróan magas, bár ugye egyesek szerint most sokan kívánnak majd elmenni szavazni. Mit gondol erről? Neki ebben igaza van. Neki ebben igaza van, de ez a... Tehát ezeket az elemzőket nagyon szeretem, azért, mert ők mindig iszonyúan meg tudják mondani azt, hogy mi van. Tehát egy pillanatnyi állapotot tudnak mondani. De az, hogy jövő héten hogy fogják gondolni az emberek, azt már nem tudják megmondani. Ez a közvéleménykutatásokban az igazán csalóka, hogy az emberek azt mondják, hogy hú, ez a párt, az a párt, az a párt vezet, hogy akkor az így marad jövő áprilisig. Hát rossz hírem van, nem. Tehát akkorákat tud változni az egész, csak mondok egy példát, Németországban a teljesen esélytelen szociáldemokrata párt célfotóval azért tudott melbedobással győzni, mert a konzervatív kancellár jelölt rosszkor röhögött egyet. Igen, hát most emlékszem. Ilyenek vannak, én most nem mondom azt, hogy de egyébként szoktam társaságban mondani, de hát most is társaságban vagyunk, nem? Hogy ha mindenki tökéletesen focizna, akkor nem születne gól. Jó, megértettem. Akkor csináljuk azt, hogy fogunk még találkozni, mert kíváncsiak, hogy hogyan kampányol az ISZOM, és meg ezt a baloldalt még érdemes továbbiakban is kitárgyalni. Köszönöm szépen. Egy mondatot hadd mondjam. Igen. A baloldal lényege a rendszerkritika, amit egyébként kapitalizmus kritikának kell dekódolni a magyar nyelvben. Ez annyit tesz, hogy akinek tök jó a mostani kapitalizmus, és ilyen az összes rajtunk kívüli párt, az nem baloldali. Jó, megértettem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.